Test! Végre egy nem mid OTL album, egy letiltott videóklip, és egy faszakis underground album. Sziasztok, és Pecsusz vagyok, és ez itt a heti zene. Csá! Mi a helyzet? Tudom, hogy... Bár nem tudok hozzákezdeni ez a szarhoz. Ja, amúgy boldog karácsony, boldog új évet kívánok minden egyes nézőnek. Az volt a probléma, hogy... Volt egy ígéretem még előző évben, hogy minden héten lesz adás, mi? Minden szombaton. És ez se szombaton kerül ki. De itt vagyunk. Itt vagyok, itt vagytok, szóval most az előző hét és az e heti számokat fogjuk a gorcső alá venni. Iratkozzatok fel, hogyha tetszik ez a sorozat. Lájkolj, nyugodtan írjál kommentet. Légy szíves, most ezt full komolyan mondom, írjatok kommentet. Mert ezáltal lehet fejlődni, ezáltal tudom, hogy mi jó. Ezáltal tudom, hogy mi rossz. Nyugodtan mondjátok el ti is a véleményeteket azzal kapcsolatban, amiket én elmondok. Én most azt mondom el, kicsit szakmai szemmel, hogy én mit gondolok erről az egész magyar mainstream, magyar zenei eráról. Már nagyjából tudom, hogy működnek ezek a dolgok, ismerek különböző embereket, főleg mondjuk akár OTL-ből, akikkel már szót is váltottam, stb. Értitek? Vagy nem csak OTL-ből, hanem mondjuk kibaszott Somogyvári Dani, van ismerősöm, aki kontaktba áll vele, tudott mesélni dolgokat, ő a Somogyvári is beszélt a barátomnak dolgokat, hogy ő hogyan dolgozott. Belelátok ebbe az egész bizniszbe, főleg, hogy én is zenész vagyok, csak igazából unatkozásból csinálom, szóval nem annyira komoly a dolog, néha kidroppolok egy albumot, mint ami jön például január 31-én, Klusz barátommal egy közös album. Nem is tartogatom tovább a szavagmat, beszéljünk. Ja, és kövessetek be Instán, mert ott láthatok mindenféle sztorit azzal kapcsolatban, hogy mi következik. OTL, mindenhol ott van, mindenki tudja, hogy létezik. Amúgy kurvára, nem? Az emberek fele szereti, a másik fele meg gyűlöl, mint a szar, mert tudja, hogy milyen könnyű zene, és mennyire könnyebb, mint a magyar könnyű zene. Szóval ugye nem akarok lekicsinyíteni senkit. Ezt csak azért mondtam, mert tudom, hogy mennyire könnyű összerakni egy ilyen számot. Viszont ennél az albumnál nem mondanám ezt az esetet, hiszen aki most nem tudná, a Gyurisnak az Úton albumjáról beszélek, ami azt hiszem tegnap jött ki. Ma van szombat, vasárnap kerül ki ez a videó. Remélem. Ez az album egy OTL-es emberkéhez képest amúgy szerintem nem lett olyan rossz. Én szerintem a PPP-nél fényévekkel jobb lett. Nem azért, mert nem a Szalai, Gyuris és Grassa hármas hozta össze ezt az egész. 7 millió... Ez a kis szöveggyűjteménye szerintem sokkal jobb lett. Elmondom, hogy miért. Röviden, tömören, nem azt mondom, hogy a production, mert igazából nem lehetne összevetni ezt a kettőt, mert mind a kettőnek más az alapjáraton az elképzelése, hogy miről szóljon, és ezáltal a mixet és a masztot is külön lehetne választani. Mind érzelmi erában, mert ugye az inkább ilyen szektás cucc volt, azért volt olyan a mix, ilyen kicsit ilyen lejjebb, több reverb, kicsit basszusosabb. Itt viszont csak egy szimpla funból készült dolog. A szöveg szerintem kevésbé catchy-bb, de vannak benne jó részek. A penész szag számból, már is idézem. Barátom mellett a lassú isten a mesterem. Ez igazából szlógád, nem tudom, vágjátok a szlógádot, az OTL-nek az egyik producere. Ez a sor ráutalt, szerintem amúgy fújó. Az én szerény véleményem szerint Gyuris a legminőségibb OTL tag. Ezzel lehet egyetérteni, lehet nem. Nem is abban, hogy a legjobb. Azt mondom, hogy a legkarakteresebb, legegyedibb. Hiszen jól van, mielőtt belépett az OTL-be, az ott is gyártott zenéket, mondjuk amikor inkább ilyen kicsit OG-re vette a dolgot, ahol már kicsit inkább ilyen rappes volt, nem inkább ilyen tyúnos cucc, akkor azt az eráját sokkal jobban szerettem, de viszont ez az album, nem azt mondom, hogy nagyon jó, kiemelkedő, azt mondom, hogy inkább megállja a helyét. Lehet párszor újra hallgatni, hiszen szerepel ebben az albumban egy Echo feat, egy Colgate feat, valami random német csávó, meg Gosa. Egy idő után szerintem el lesz felejtve, mert nem annyira ikonikus, mint Gyurisnak a Revolver Gyuris sivatagi kalandjai. De ettől függetlenül, mint egy OTL neve alatt szereplő album, nem annyira rossz, mint amennyire én hittem. Hát igen, Mikey Melnicknak a száma le lett szedetve, mármint videóklipje. Én életemben nem láttam amúgy. A YouTube tud ilyet. Mármint, hogy
oké, okay, kibaszott Eneli csápa, amikor izé kettő csaj között áll a segeki remegnek, mint a picsa. Azt nem tudják, vagy mi a faszom? Ennél a számos van 200 000 megtekintése, ami magyar erához képest jó, főleg, hogyha inkább ilyen OG rappet csinálsz. Persze, aki szinte ugyanezt megcsinálja, ugyanilyen erában, csak több megtekintéssel rendelkezik, és amerikai, akkor az jó. Akkor menjetek tovább. Igazából ez a szám egy mestermű, szerintem ez a Pali nem tud misszelni, csak bangeröket tud gyártani. Baszki, nem tudok. Házban nem tudok erre a számra többet mondani, mert ez a szám jó. Én, hogyha lenne akármilyen visszáj ennek az egésznek, jó, csúnya beszéd, LG meg faszom tudja, de bejön faszom. Ha jó valami, akkor jó, bazd meg. GPM Music Production. Aj, kurva reklám. Boldogság. Boldogok vagyunk. Kurva jók vagyunk. Kibaszott sok pénzünk van. Az exem szopjon le. Ja, meg ugye GVM Music Production. NCA Crew szerintem nem sokan ismeritek, hiszen egy eléggé underground trap kiadóról beszélünk, ahol még benne is volt a Boros Marci, nem tudom, vágjátok az X-Faktornak a fasz, hogy hányadik helyzetje. Aki nem ismeri ezeket a srácokat, az egyik Palival, a Sleepyvel pont lesz egy közös számom a március 1-i albumon, tehát nem lényeg. Ez az album nem lett olyan rossz egy ilyen underground trap cuccoshoz képest. A Chris meg a Starzy amúgy kiadtak magukért, nem lett rossz. A Visualizer, hát az mesteri. Tuti, rendelni fogok tőlük, vagy valami. Amúgy, ja, fasza. Aki azt mondja erre a számra, hogy rossz, az hazudik. Én szerintem, én, sőt, nem szerintem. Most már mondom a nyilvánvalót. Ez a kettő track egybe mixelve kibaszott jó. A fitek. Csoki, bazd meg, kerrizi a legelső részt. A Rigó, a Colgate bazd az hozzá a flow-t, hozzá a szöveget, meg faszom túl így ami a purr, skibri pam pam pam. Alapjáraton nem szeretem Colgate-et, mint a zenei művészt, és a zenét sem, de ez a kettő. Hogyha ez a kettő szám ilyen jó egybe, akkor mi lesz az albummal? Mert csak szólok, hogy ez egy album promo, ez a kettő szám egybe, jaj, és Echo. Jaj, Echo. Echo, mit csinálsz? Echo végre kiadott egy jó számot, let's go, bazd meg. Végre Echo kibaszott baba gügyögéséből végre eljutottunk odáig, hogy írt egy fasz a szöveget, reméljük, hogy ő írta, nem egy ghostwriter, és engem kurvára nem érdekel a YouTube trending amúgy. Ez bazd meg. Így robbant be a playlistembe, így belerobbant, megfogta, pah. Ja nem robbant bele. Mert nincs fenn Spotify-om. Már fenn van? Még nem néztem. Írjátok egy gyerekek kommentbe, hogy a ez a szám, ez a kettő szám fenn van a Spotify-on. Ha nincsen, írjátok azt, hogy nem. Ha fenn van, akkor mondjátok, hogy fenn. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy élmény volt. Jövő héten találkozunk. Nyugi, akkor már ne szombaton. Vasárnaponként jönnek a részek, jó? Ha nem probléma, esetleg kijön valami baszó track, akkor hétközben megcsinálom meg minden. De ezt nem fogom tudni tartani a szombatot, mert ez így nem jó. Vasárnaponként este jövök, így futok előre, és jönnek a részek. Jönnek. Ja, meg Grammy. Jövő héten. Puszika, peace out.